Az emelkedő energia és élelmiszeráraktól manapság csak azok tudják függetleníteni magukat, akik önellátóan élnek. A Somogy megyei Krisna völgy nagyjából 150 lakója jó részt megvalósítja ezt az ideát. A közösség épületei sem a gáz, sem az áramhálózatra nincsenek rákötve, és az élelmiszer jelentős részét is maguknak termelik meg a lakók Európa egyik legnagyobb organikus gazdaságában. Alkalmazunk bizonyos mértékig modern lehetőségeket is, modern eszközöket, megújuló energiaforrásoknál, ilyen a melegvíz előállításnál a napkollektor, vagy elektromos energia előállítására napelemeket. A völgyben a legfontosabb energiahordozó a tűzifa, mely megújuló forrásból származik. Az egyik lakó Antal Balázs szerint megnyugtató azt tapasztalni, hogy a globális válságoknak semmi hatásuk nincs az életükre, még akkor is, ha ez lemondásokkal jár. A mi háztartásunkat 2 napelem látja el. Igaz, hogy nincs hűtőnk, tévénk, mikrosütőnk, jacuzzink vagy ilyen apróságok, de még mindig itt vagyunk, jól vagyunk és nem is aggódunk. Az itt élő Krisna tudatú hívők azt hirdetik, hogy mindenkinek harmóniában kellene élnie a természettel. Az emberek törekszenek a biztonságra, a kényelemre. Szeretnék, hogy mindenhol minden rendben legyen. De lehet, hogy ezeket át kell gondolni, hogy mi az, amire valóban szükségünk van. A közösség bevételei részben az évente ideérkező 25-30 ezer turistától származnak, akik számára szálláshelyeket is kialakítottak a Krisna völgyben.